Sziasztok! Régi askenász szokás, nagyon sok zsidó házban követik ezt a szokást, hogy péntek este, mielőtt a családfő, az apa elmondja a kidust, a pohár borra, akkor megáldja a gyerekeket. A következő áldás mondja el, amit Jákob ősatyánk is mondott, Yisimcha Elokim, ke Efraim, ve Himnase. Isten tegyen olyaná, mint Efraim és Menashe. Efraim és Menashe az Józsefnek a két fia volt. Felmerül a kérdés, mi olyan különleges Efraim és Menashe-ben, hogy ezt kívánunk minden gyereknek. Két különleges dolog van Efraim és Menashe-ben. Az első az, hogy Efraim és Menashe az első testvérpár a Bibliában, aki barátságosan és szeretettel éltek egymással. Káin és Ábel az az első testvérpár, aztán van Ismael és Izsák, aztán Jákob és Ézsó, aztán József és testvéri, ott mind problémák voltak ezeknél. Az első testvérpár az Efraim és Menashe, és ezt kívánunk minden családban, a gyerekeknek, hogy szeretettel éljenek egymással, ne legyen semmiféle harag és széthúzás. A másik különleges dolog bennük, hogy Efraim és Menashe nem úgy, mint Jákob ősatyánk többi gyerekei, ők nem Eretz Iszraelben, a Szentföldön nevelkedtek, hanem Egyiptomban idegenek között, idegen kultúra és idegen vallás között is. Mégis Jákob büszke volt rájuk, mert Józsefnek sikerült őket nevelni Egyiptomban, ahogy kellett Jákobnak az unokáinak is. Ezt kívánok szintén minden zsidó családban, hogy a gyerekek akárhol nőnek fel, akkor olyanok legyenek, mint Efraim és Menashe, aki Jákob büszke volt rájuk, jó zsidók legyenek, és járjanak a Tóra útján. Amen. Köszönöm szépen.